Jó reggelt, szervusztok, ez itt a Recruitment Drive, rendhagyó módon nem az autóból, ott nem sikerült befejeznem teljesen a felvételt, de nem is ez a lényeg, csimpánz, csöcs és vágósúly, hogy jön ez ide a Recruitmenthez. Ugye Sobert Norbinak volt ez a két kijelentése, amit itt a sajtó felkapott az elmúlt napokban, azzal kapcsolatosan tette ezt, hogy bizony ennyire nem szép, nem esztetikus és persze nem is egészséges, hogyha elhízottan éli az ember az életét, és szerette volna ránézetni az embereket arra, hogy tegyenek ezért, és változtassanak életmódot, táplálkozzanak egészségesen, mozogjanak többet, és a többi, ami ehhez kell, és úgy gondolta, hogy nem mindig a nagyon szépen becsomagolt gondolatok azok, amik eredményre vezetnek, néha ki kell mondani az igazságot, néha meg kell mondani őszintén, hogy mi a probléma ahhoz, hogy változás történjen, és lehet, hogy retorikailag ez nem volt annyira szép, de elképzelhető, hogy ezzel ért célt sokaknál. Néha tapasztalom ezt a toborzás során is, hogy a cégek felületi kezeléseket próbálnak csinálni, és keresnek olyan megoldásokat toborzási problémákra, hogy hogyan lehet még újabb helyeken hirdetni, mi lehet a leghatékonyabb hirdetési csatorna, még vonjunk be másik 5 közvetítő céget, és a többi, miközben nem tudják megtartani a munkavállalóikat, a próbaidő alatt elmegy az újonnan felvettek fele, a meglevő munkavállalók nem ajánlanak újabbakat, nem elégedettek, és a többi, akkor természetesen nem az újabb toborzási csatornák a megoldás, hanem első körben azt kellene elérnünk, hogy a meglevő munkavállalóink elégedettek legyenek, jól érezzék magukat, szeressenek ott dolgozni nálunk, mert hogyha ezt elérjük, akkor természetesen ők segíteni fognak, és ajánlani fognak újabb munkatársakat, és segítenek a brandépítésben is, ezáltal sokkal hatékonyabb lesz a toborzás is. Szóval, hogy ha itt is életmódot akarunk váltani, akkor bizony szembe kell néznünk a saját gyengeségeinkkel, és nem felületi kezelésekkel próbálkozni, hanem elégedetté tenni a meglevő munkavállalókat, még többet törődni velük, még többet foglalkozni velük, hogy ők aztán majd segítsenek tovább terjeszkedni, és újabb munkatársakat ajánlani adott esetben. De a toborzás is természetesen sokkal-sokkal könnyebb, hogyha elégedett munkavállalóink vannak egyébként is. Szóval a felületi kezelések helyett bizony rá kell nézni néha idézőjelben a csimpánz csöcsre és a vágósújra Norbi után szabadon, hogyha tényleg változtatni akarunk a dolgokon, és tényleg a gyökérokokat akarjuk kezelni. Hát ennyit gondoltam elmondani a toborzásokkal kapcsolatosan. További sok sikert mindenkinek, és szép napot, szervusztok!